először is én nem vagyok egy politikus alkat. Nem szoktam politizálni, és nem szeretnék politizálós, ilyen handobandázós művész lenni. Semmiképp. De amiről én beszéltem, aztán nem tudom, mi jelent meg, mert én még nem láttam, az egészen biztosan az, hogy most bele lett a magyar film kergetve egy olyan helyzetben, ellehetetlenítve van, egy krízis állapotot hoztak létre, és azzal vádolnak minket, hogy mit csináltuk a válságot. Ez ellen mindenképpen tiltakoznunk kell. Ez ellen tiltakoztunk is, ki is adtunk egy nyilatkozatot, és azt mondtuk, hogy számunkra azok a demokratikus értékek, amiket az elmúlt 20 évben létrehoztunk a filmszakmában, az elosztásnak a demokráciáját, a kuratóriumokat, a szakmai döntéseket, ezeket a döntéseket most ezen túl nem tudjuk hogyan, nem tudjuk miért. Szóval egyáltalán mi az, hogy kormánybiztos? Hát kormánybiztost katasztrófa sújtott a területre, a vörös iszapra kell kinevezni. Hát a magyar film úgy néz ki most, mint ami egy katasztrófa sújtott a terület lenne. Hogyha az ember megszólal, és azt mondja, hogy valami talán nem jól csinálnak, abban a pillanatban le vagyunk hazaárulózva. Pedig nem ezt akarjuk. Az Úristen szerelmére, hát senki, sőt, mi az, hogy mi vagyunk hazaárulók? Hát mi ezt az országot szolgáljuk becsülettel, tisztességgel és a legjobb tudásunk szerint. Kikérjük magunknak ezt a fajta kezelést. Tényleg, azt gondolom. Azt gondolom, hogy mindenkinek van egy emberi méltósága, és abba nem szabad belegázolni.